Sziasztok, tartsatok velem a kis előszüli napi bográcsozós bulimra. Először is edzettem egyet, majd kimentem a többiekért a vasútállomásra, bepakoltuk a cuccaikat, amíg vártuk, hogy megérkezzenek a többiek, gyorsan rendbe szedtem magamat, majd nekiálltunk a bográcsozásnak. A fiúk először begyújtották a tüzet, közben mindenki kutyázott, nézzétek, milyen cuki ajándékot kaptam. Jöhetett a közös kocintás, feltettük a hagymát, mivel a társaságban mindenki más városban él, ezért ritkán tudunk összegyűlni, így kihasználtuk az időt a beszélgetésre, de feltettem főni a csirkét is a pörkölt, az nagyon szeretem megvendégelni a barátaimat, imádok nekik főzni, ez mindig nagy örömmel tölt el. Megkóstoltam az ételt, majd nyilván a többiek is lemeózták, aztán a fiúk, hát őszintén nem is tudom, mit csináltak. Kezdett lemenni a nap, és jó pár óra után el is készült az étel, már mindenki iszonyat éhes volt, szóval azonnal le is ültünk, és nekiálltunk enni, majd jöhetett a kedvenc részem, a karaoke. Mindig van valami random dal, amit énekelünk, azt hiszem, itt éppen a Montana is volt, megszállok a dallal. Jöhettek a játékok, amik közben mindig rengeteget nevetünk, egy kis táncolás, és hajnalban szép lassan mindenkit elnyomott az álom.